Objektíven számoltak be az országos tévécsatornák az orosz-ukrán háborúról, ezt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közölte, miután a média tanácsa elfogadott egy kutatást. Hazai tévécsatornák műsorait vizsgálták, köztük az M1 műsorait is. Megállapították, hogy idézem, háborús propaganda a vizsgált műsorokban nem jelent meg. Az elemzésből kiderül, hogy csak az M1 a -ja háború kitörése utáni héten több mint 80 órában foglalkozott az összecsapásokkal és a háború külpolitikai hatásaival. Objektíven számoltak be az országos televíziós csatornák az orosz-ukrán háborúról, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság csütörtökön az MT-vel. A médiatanács legutóbbi ülésén elfogadott egy kutatást, amelyben március első hetében öt hazai televíziós csatorna, köztük az M1 műsorait vizsgálták annak kapcsán, hogy miként számoltak be az orosz-ukrán háborúról. Összesen 247 műsort és több mint 5000 műsoregységet elemeztek. Robbanások zajlottak. A háború kitörése után több médium is kritikákat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy egyes szakértők a háború okairól egyoldalúan nyilatkoztak. A médiatanács azonban most azt állapította meg, hogy a vizsgált időszakban ilyen nyilatkozat egyetlen televízióban sem hangzott el. Háborúra ébredt Európa, több ukrán város lakói szó szerint bombák hangjára riadtak ma reggel. Oroszország több irányból szárazföld és légicsapást indított Ukrajna ellen. Az m február 24-e, vagyis az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta folyamatosan beszámol a háborúval kapcsolatos legfontosabb információkról. Kijelben hamarosan kiárási tilalom kezdődik. Tudósítóink a háború kitörésekor ott voltak az ukrán fővárosban, jelentkeztek Kárpátaljáról és a hat határmenti településekről is rendszeresen beszámolnak. Keresem egy picit a szavakat, mert hagytak egy levelet, mert ők már távoztak innen. Ezen az áll, köszönünk szépen, mindent nagyon rendesek voltak. Engem meghatottak ezek a sorok, bevaló őszintén. Az NMHH kutatása szerint március első hetében csak az M1-en összesen több mint 2200 esetben regisztráltak a háború témájával foglalkozó műsorrészeket, amelyek ez alatt az egy hét alatt összesen több mint 83 órát tettek ki. Az NMHH közleményében úgy fogalmaz, az m az ATV, a Hír TV, a TV2 és az RTL klub műsoraiban objektíven szakértőket megszólaltatva több álláspontot szemléltetve dolgozták fel az Ukrajnában zajló háborús eseményeket. Az NMHH szerint a TV csatornák széles körűen tudósítottak a harci eseményekről, de rendszeresen foglalkoztak az orosz agresszió magyarországi és nemzetközi következményeivel is.